Csavai Edvin, a Kajakilon Szövetség eddigi szabadidő szakág vezetője, a Sportág örökös bajnoka, október 1-től szakmai igazgatóként folytatja a munkáját. A 17-szeres maratoni világbajnok Kenussal a ráváló feladatokról beszélgetünk, akit egyébként dr. Ábrahám Attila főtitkár is elkísért, hogy egy picit átlássuk, hogy mi minden zajlik most már nyugodtan mondhatom évek óta, mint belső átalakítás a Kajakilon Szövetségben. Jó reggelt kívánok, szervusztok urak! Edvinek először is gratulálok, mert azért ez egy elég komoly versengés volt ugye hét másik riválissal, és nagyon nagy arányú volt a győzelmet, a szabad így fogalmazni, legalábbis a rád váró, illetve a rád szavazó szakemberek oldaláról nézve, úgyhogy ez szinte rajtszélgyőzelem. Nagyon köszönöm. Én azért nem éreztem rajtszélgyőzelemnek, ugye... Hát belül biztos egy picikét azért melósabb volt ez a dolog. A tavaszi közgyűlés után ez egy hosszabb procedúra lett, mint amire mindenki számított, de valóban így a finishre a nyílt pályázat kiírása után egész széleskörű társaság verődött össze, és mondhatom, hogy olyan nevek mellett voltam a pályázók között, akik számomra már ez megtiszteltetés volt, hogy velükkel együtt versenghettem ezért. És hát ebből a megtisztelő körből te kerültél ki győztesen. Főtitkár úr, Attila, segíts egy picit nekünk abban, hogy aki kívülről figyeli a kajakkenu világát, az körülbelül azt látja, hogy van egy rendkívül sikeres sportág, ahol szakajtónyi érem van, gyakorlatilag évről évre minden komoly világversenyen, beleértve az olimpiát is, és mégis belül állandóan van valami. Tehát mégis átalakítjuk, átszervezzük, ez lesz, az lesz, mint hogyha aki egyébként nem ismerné adott esetben akár az ezzel kapcsolatos elvárásokat, vagy nem lát esetleg hosszú távon erről, nem érteni, hogy erre miért van szükség. Miért van szükség? Szerintem ezek a belső feszültségek, ezek pozitív energiák, amelyek mindig a megújulásra sarkalják a szövetséget, és az egész kajakkenu társadalmat. Én úgy gondolom, hogy a magyar kajakkenuban mindig volt egy olyan egészséges, megújulni vágyás, ami ezt predesztinálja, előre vetített, hogy nem tudunk másként működni. Ez az egyik fele. Ugyanakkor személyes meggyőződésem az, hogy túl az olimpiai és világbajnoki eredményességen eljött az idő arra, hogy egyéb területeinket is megmutassuk. Sokkal nagyobb legyen a sportág beágyazottsága a társadalomba, tehát ne csak a tévéképernyő előtt, de jó itt magyarnak lenni érzés hassa át a nézőket, hanem igenis jöjjenek le hozzánk, fogadjuk őket tárt karral, nyitott kapukkal a vízitelepeinken, szeretnénk, hogyha a diáksport, az egyetemi sport, a sárkányhajózás, mint feltörekvő szakágunk sokkal populárisabb, sokkal népszerűbb lenne, mint sporttevékenység. Mindenki tudja a kormány extra támogatását a 16 sportág számára, ebben benne van a kajakkenu. Hát vastagon, tehát ez így igaz, te is joggal. Helyén nevezzük. És egyébként a kormány az állam elvárása is a plusz pénzekért, hogy jó az a londoni 3 aranyérem, meg Rióba, ha lehet, legyen 4, ez egyébként nem szerepel az elvárások között, viszont az, hogy rekreációs tevékenységként, népegészségügyi helyzetjavításaként igenis a kajakkenu sportágnak a maga sajátos eszközrendszerével hozzá kell járulnia. Ez indokolta ezt az átszervezést. Egyébként, amikor olvastam a pályázatodat, egyébként nagyon, hogy is mondjam, beszédes volt, és valóban nagyon érdekes dolgok is kiderültek belőle, ugye akkor azért abszolút érezhető volt, hogy valóban az, aki a kajakkenut a sikerek miatt nézi és szereti, ezt a területet úgymond nem nagyon akarod bolygatni. Tehát, hogy a hagyományok megőrzése mellett természetesen azért kellenek az új és innovatív dolgok, és nyilván ebben ez az egyik legfőbb terület, amivel amúgy is foglalkoztál már, ugye, tehát a kajakkenunak az a része, ami a nagy közönség felé nyitna. Viszont nagyon érdekes volt, hogy a sajtótájékoztatón rögtön utána először mindenkit meg akartál nyugtatni, aki Storcbotot hívő, vagy aki Hüttner Csaba miatt aggódna. Ez fontosnak érzed, hogy így azért érezzék, hogy mi az irányvonal, amit képviselnél? Nagyon fontos, és mint Attila elmondta, természetesen változtatásokra van szükség az élsportban, különösen a szabadidősportban, de úgy gondolom, hogy vannak olyan területek, ahol valóban óvatos duhajnak kell lennünk, tehát Mert hogy működik. Ha változásokat akarunk tenni, nyilván eredményeket várunk. Most milyen eredmények lehetnek azok, amelyek sokkal jobbak, mint amik most hát vannak? Hát elég nehéz, igen. Ettől függetlenül úgy gondolom, hogy ahhoz, hogy megőrizzük az eredményességünket, ahhoz is változásokra van szükségünk, csak nem biztos, hogy lombvágóval kell utat vágni ehhez. Lehet, hogy elég apró változtatásokat hozni,
és az eredmények hozni fogják magukat. Gondolok itt a 200-ra, tehát nagyon elégedettek lehetünk a duisburgi VB után, viszont 200-on a tendencia nem jó irányt mutat. Erre nagyon részletesen kitértél, ugye, hogy maga az, hogy a sprint számokat miként kezeljük, vagy kezeli nyilván a szakma, az valószínűleg egy új csapásvonalon kell, hogy elinduljon, hogy ne csak az legyen sprinter, akinek éppen akkor úgy esik, hogy mondjuk éppen abban a számmal szeretne elindulni, hanem a sprintereket nevelni kell, és ez újfajta mondjuk meglátás abból a szempontból, hogy az eddigi klasszikus versenyszámokat, ugye az 500 és az 1000 méter mellett mekkora hangsúlyt kéne erre a versenyszámra fektetni. És ebben még tovább fűzném azt, hogy egyáltalán nem biztos, hogy mi szakmai téren vagyunk lemaradva ebben a dologban. Lehet, hogy elég egy apró változtatás. Tehát lehet, hogy a motivációs pontokat kell megváltoztatnunk ahhoz egy kicsit, hogy azok a versenyzők, akik nagyon közel vannak, csak valahogy mégsem érnek mindig oda, ezekből a motivációkból fakadóan valóban 200-asokká váljanak, és az eredmény... Attila, ugye a bírák sorában volt a szabad így fogalmazni, amikor ugye a pályázatok elbírálása és a szakember nevezés került terítékre. Például, amikor én hívószavakat keresgéltem és találtam is Edwin pályázatában, az egyik nagyon érdekes dolog volt, ugye, hogy új kifejezés a tehetségmenedzselés, tehát nem elég ma már az, hogy a sorsra bízzuk, hogy majd előbb-utóbb szépen ugye a tehetségek majd csak felbukkannak, és fel is bukkannak, mert hát évről évről lehet látni, hogy azért az utánpótlás bizony ontja a tehetségeket, de hogy el kell kezdeni őket külön menedzselni. Ami azért érdekes, mert azt gondolnám, hogy a klasszisaink, a nagy nevek, akiket ugye évek óta ismerünk, hogy ők megkapták ezt, de akkor ezek szerint ez lehetne még egy picit célzottabban, precízebben, 21. századi módon csinálni? Hát, hogy az egész összekötő szöveg környezetet használó Zsuzsi a nézők számára is természetes, hogy te egy nagyon is hozzáértő, a sportot belülről ismerő ember vagy. Nem árulok el titkot, tegnap együtt voltunk, ugye Szöulba te is indultál, 25 éves évforduló volt, hova akarok kilukadni? Hatalmasat változott a sport. Igen. Én azt gondolom, hogy már Szöulhoz képest is, és azt gondolom, hogy megjelentek ugye a rendszerváltozás után új tendenciák a sportban, amelyek nem feltétlenül előremutatók voltak. Ezek között a vad körülmények között is jöttek bajnokok, de én úgy gondolom, hogy az még mindig inkább ösztönös volt ez az út. A finanszírozás oldaláról a súlypont sokkal inkább átkerült a családokra, nem mindenkinek engedhető ez meg anyagilag, tehát nagyon figyelni kell, hogy a vagyoni cenzus ne tartsa távol a tehetségeket az élsport, és én azt gondolom, hogy a rendszerváltozás utáni időben a sport átalakulásban ez nagyon markánsan rányomta a bélyegét. Most az utóbbi években érzek olyan változást a kiemelt állami támogatásnak köszönhetően, hogy igenis eljött az ideje, hogy megteremtődött az anyagi háttere és a tudatos tehetséggondozásnak az ösztöndíj rendszerek kiteljesedésével, az egyesületi támogatások fokozásával. Balgaság, dőreség lenne tőlünk, hogyha nem élnénk ezzel, és nem indulnánk el ebben az ösztönös tehetséggondozás helyett ezen a tudatos szervezet összefogott tehetséggondozás útján. Ugye azért akarok hívószavakat kiemelni, mert ezek úgy megragadták a figyelmet, mint például az utazó edző fogalma. Ugye amikor arról beszélünk, hogy ezt a sportágat, vagy ennek a mondjuk így a leágazódásait is szeretnéd országos szinten is minél inkább, és minél messzebbre, és minél nagyobb kört felülelően kiterjeszteni, azt írod, hogy ehhez kellenek a szakemberek, de egyáltalán nem biztos, hogy meg lehet találni mondjuk olyan vidéki bázisokon a szakembereket, akik tudnák ezt a dolgot úgy oktatni. Mit értünk az alatt, hogy utazóedző? Sok esetben nagyon dinamikusan fejlődünk, mind az egyesületek, mind a taglétszám, és úgy gondolom, hogy a országos szinten azért még vannak a kajakkenu számára szürke foltok, olyan területek, ahol amúgy a feltételek adottak lehetnek. Mi egy nagyon stabil, viszonylag nagy létszámú, jól képzett szakember bázissal rendelkezünk, de ezekre a helyekre valahogy ugye a tudásnak el kéne jutnia. Uh-huh. Vannak olyan egyesületeink, ahol egyes szakágak erősek, más szakágak le vannak maradva. Ezek azok a területek, ahol az utazóedzőknek nagy szerepe lenne, illetve azok a területek, ahol kajakkenuról még csak a tévéből vagy hírből hallottak. Kiemelném most itt különösen a Balatont,
Igen, az egy ami, érdekes dolog, hogy szinte szűz területnek számít bizonyos szempontból a Balaton, ugye a kajakkenő oldaláról tekintve. Ami igen, vízes ember számára elrettentő, hogy egy megyényi vízfelület, és gyakorlatilag a vízisport nem létezik. Igen, bár tudom, hogy ennek ugye jogszabályi problémái is vannak, ami amennyire tudom, ugye éppen kezelés alatt van, ha szabad így fogalmazni. Attila, mint jogász? Igen, szerencsére a figyelem kiterjed a jogszabályi környezetre, és ugye a Balaton amúgy a gyorsasági versenykajak számára nem a legideálisabb. Tehát az, hogy ott versenypálya legyen, jön egy szél, lötyögős víz, tehát a feltétek ehhez nem adottak. Viszont vannak nagyszerű új irányzataink, ez a kvázi szörfdeszkán állva evezés, a tengeri kajak, amelyekhez a tó ideális környezet. Na most, amikor olyan a szabályozás, hogy viszont ha viharjelzésen nem lehet kimenni, hát az ugye egy tengeri kajak számára az meg nem jó, hogyha akkor nem lehet kimenni. Nyilván elsődleges szempont az életvédelem, de ennek a fő szempontnak a figyelembevétele mellett szeretnénk a jogszabályi környezetet úgy változtatni, módosítatni a jogalkotóval, hogy egyáltalán lehetőség nyíljon például a Balatonon és a Velencei tavon is egy kiterjedtebb, más jellegű kajakkenu élet meghonosítására, megteremtésére. Ugye te magad is megnyugtattad eddig ismert kapitányokért aggódókat, de csak egy mondat van, akkor ugye azt mondtad, hogy te továbbra is Torc Botonddal, Lütner Csabával és Weiss Roberttel gondolod a közös munkát, de erre az elnökségnek rá kell bólintania. Így van. Főtitkár úr, rá fog bólintani az elnökség? Nehéz megmondani, szerintem igen. Ez jövő hét csütörtökön lesz elnökségi ülés, az alapszabály értelmében a szakmai igazgató Edwin előterjeszti a szakmai stábját, de erről formálisan az elnökségnek szavaznia kell. Hát akkor ezt a formalitást ezt be kell tartani. Sok sikert kívánok, ez egy szép és hosszú ígéretes munka lesz, Edwin, úgyhogy sok erőt hozzá. Nagyon köszönöm. Köszönöm szépen. Köszönjük szépen.